Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A Baumag befektetési szövetkezet 2003. októberében dőlt be, eltüntetve 12 ezer kisbefektető 43 milliárd forintját. A befektetők a mai napig nem láttak a pénzünkből egyetlen fillért sem. Sokan a kisbefektetőket hibáztatták azért, hogy a szövetkezetbe tették a pénzüket magasabb hozam reményében. A Baumag károsultak levelet írtak nekünk, amelyből idézek. Nem érezzük magunkat hibásnak, hiszen teljesen jóhiszeműen jártunk el akkor, amikor elhittük, hogy egy állami felügyelet mellett legálisan működő szervezetben elhelyezett pénz biztonságban van. Keserűen kellett csalódnunk. Sokan egy élet megtakarítását vesztették el, rengeteg család egzisztenciáját ásta alá a pénz eltüntetése. A bűnünk abban állt, hogy gondoskodni akartunk magunkról, családunkról, öreg napjainkról. Közülünk senki nem hitte, hogy Magyarországon a rendszerváltás után ilyen arcátlan gaztettet véghez lehet vinni. Az állam pedig mosta kezeit. Bár a felügyelet a Baumag működésénél is szabálytalanságot állapított meg, működését mégsem számolta fel, az emberek gyanútlanul hordták oda megtakarításaikat továbbra is, hiszen senki sem figyelmeztette őket, hogy a szövetkezetnél jogosulatlan betétgyűjtés folyik. Ha ez megtörtént volna, és az állami ellenőrzés jól működött volna, a Baumag nem okozhatott volna ekkora kárt a keményen dolgozó kisemberek körében. Pénzünk eltűnt, ma sem tudjuk, kik tüntették el, és hová lett a horribilis mennyiségű pénz. Tisztelt államtitkár úr! Az LMP hónapok óta mondja, hogy rendszerszintű problémák vannak a magyar pénzügyi rendszerben. A pénzügyi szabályozás hiányosságai, a pénzügyi felügyelet gyenge teljesítménye, és nem utolsó sorban az a politikai környezet, ami képtelen a korrupciót nemhogy megszüntetni, de még visszaszorítani sem, együttesen okai a Baumag és a későbbi brókerbotrányoknak. Mindis László Zamanbé alelnöke a Fidesz kezdeményezéssel létrehozott bróker albizottság kérdéseire adott válaszában azt írja, hogy sem a PSZÁF, sem az MNB nem képes felderíteni a rendszerszerű pénzügyi bűncselekményeket. Márpedig, ha ez így van, logikus a következtetés, hogy az állam felelős a kárvallottak veszteségért, hiszen nem tett eleget alapvető feladatának. Tisztelt államtitkár úr, kérdéseim a következők. Milyen alapon különbözteti meg a Questor esetét a Budakesttől, a Baumagtól és a többiektől a kormány? Mit kíván tenni a Baumag károsultak ügyében? Hogyan kívánja a kormány a pénzügyi szabályozás rendszer szintű problémáit megoldani, hogy holnap ne legyen újabb brókerbotrány? Végül, mikor kívánja az MNB törvénytelen működését végre megszüntetni és felállítani a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságát? Köszönöm, képviselőasszony. A válaszadásra megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Először térjünk rá a Baumag esetére, hiszen nem egy mostani történetről van szó, hiszen 2003. október óta nem működik ez a szövetkezet, és ennek az ügynek a befejezése, a jogi eljárása, a büntető eljárása azóta is tart. Az adott ügyben már jogerős büntetőjogi bírósági határozatok, végzések születtek. Viszont való igaz, hogy a szövetkezet felszámolása mind a mai napig tart, elég szövevényes és bonyolult ügyről van szó. Azért úgy gondolom, annak nincs realitása, hogy egy több mint 10 évvel ezelőtti történetet a jelenlegi kormányon kérjünk számon. Én úgy gondolom, hogy az akkori politikai irányításnak, a hatalomnak, a szocialista kormánynak volt ideje, hogy megfelelő választ adjon erre a kérdésre, a Baumag szövetkezetben károsultak kérésére. Meg is történt a megfelelő válasz, egy évvel később lényegében megszüntették a pénzügyi felügyeleti ellenőrzést. Úgy gondolom, hogy az akkori kormánynak, az akkori politikai hatalomnak van ebben a kérdésben jelentős felelőssége. Való ügy valóban másként lett kezelve a jelenleg ugye ebben az évben kirobbant brókerbotrány. Ennek egy jelentős részét maguk a törvények egyébként szabályozták, hiszen a dobáról, a beváról szóló hatályos törvényjavaslat a nehézségeket nagyrészt megoldotta. Más volt a helyzet a Questor ügyben,
hiszen itt egy olyan különleges esetről volt szó, amikor a törvény szó szerinti szövegét értelmeztük, akkor nem tért ki volna rá, nem jutott volna több mint 30 ezer embernek semmilyen kártalanítás, és úgy gondolta az országgyűlés többsége, hogy ezt nem engedhetjük meg, ezért született meg ez a törvényjavaslat, amely a kvesztor károsultak kárrendezési alapjáról szól. Azt azonban, amit az interpelláció címében mondott, hogy miért csak a kvesztor károsultakat segíti meg az állam, ez önmagában a kérdés nem igaz, hiszen az állam azt sugallja a kérdés, hogy az állam pénzügyi segítséget nyújt ezeknek a károsultaknak, pedig nem erről van szó, létrehozott egy szabályozást, ami valóban egyébként egyedi szabályozás, mert a károsultak nem maguk önmaguk egyenként fogják a károkat érvényesíteni, hanem ez az alap rendezi számukra, hasonlóan van a másik két ugye törvényhez, az OBA és a BEVA törvényhez, és ez a kárrendezési alap önállóan fog fellépni annak érdekében, hogy a károk ebbe az alapba megtérüljenek. De azt nem lehet sugallni, hogy az állam, vagyis mondani, hogy az állam külön a kvesztor károsultaknak pénzt fog biztosítani. Valóban egy lehetőséget, egy törvény alkotási lehetőséget teremtett számukra. Ami pedig a jövőbeni szabályozást illeti, itt van a parlament előtt a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének elmozdítása érdekében szóló törvényjavaslat, amelyről éppen holnap fog szavazni az országgyűlés, és ez nagy részt rendezni fogja, hogy a jövőben még szigorúbb ellenőrzések legyenek, és hogy valóban ilyen ne fordulhasson elő többet Magyarországon. Én arra kérem az önök frakcióját, hogyha önök is egyetértenek akkor ezzel, akkor a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénymódosítási javaslatot, amely 9 pontból áll, ez kétharmados törvény, az önök frakciója is támogassa, hogy hatályba tudjon lépni. Ami pedig az MNB felügyelőbizottságának a létrehozását illeti, azt gondolom, hogy ez a jövőben mostan az országgyűlésnek a feladatkörébe tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem Schmuck Erzsébet képviselőasszonyt, elfogadja az államtitkári választ? A választ nem fogadom el. Államtitkár úr, a kisbefektetőket nem érdekli az a politikai játszma, amit önök a szocialistákkal játszanak. 12 év telt el azóta, a problémát meg kellett volna oldani. És ha már levelek, akkor most a Hungária kötvényesek leveléből fogok idézni önnek, hogy nem egy sok problémáról van szó. A következőt írták, bizalom, ennyi maradt nekünk Hungária kötvényeseknek, miután bár hallatjuk a hangunkat, csak süket fülekre találunk. Bizalom, kevesek bizalma ez, és bár a 32 ezer kvesztor károsulthoz képest számban kevesebbek vagyunk, de jogainkban nem. Nem vagyunk milliárdosok. Nekünk igencsak számít az az összeg, amelyet a kötvénybe fektettünk. Közemberek vagyunk, életünk minden vagyona, munkánk eredménye, minden megtakarításunk itt van, amelyet keményen megdolgoztunk, és amely a mi, a gyermekeink és unokáink jövője, leendő nyugdíjunk, reménybeli otthonaink, vállalkozásunk alapja, és ez most mind veszni látszik. Azt kérik, hogy szüntessék meg azt az alkotmánya ellenes állapotot, köszönöm, amely szépen jelenleg fennáll. Köszönöm szépen. Hát a képviselőasszony az államtitkári választ nem fogadta el, kérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 105 igen szavazattal, 41 ellenében, egy tartózkodással az államtitkári választ elfogadta.